Erdély szívében szeretnél motorozni? Akkor a Zatiszvei Motorrend a megoldás. Ne várj tovább, a kaland már itt van. Foglald le a motorodat még ma a Zatiszvei Motorrendnél, és éld át az igazi szabadságot Erdély szívében. Hello! Szép jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Ma péntek, júli 26? Igen. Július 26-a van. Itt voltunk, két szép napot töltöttünk el Félix fürdőn, de én már a tegnap meguntam, úgyhogy indulunk vissza a hegyekbe. Két napot nagyon csúnya idő volt, pláne odafönt, még itt is leült jól az idő. Hogy nem volt rossz döntés ez, hogy lejöttünk ide, elücsörögtünk két napot, de úgy, ahogy mondtam, megmondtam, most már ide, hogy menjünk. Nekem tetszett, lubickoltam, puskáltam, nagyon igazítás, két nap volt, két nap igazítás. Na, hát most megyünk, még nem tudjuk, hogy merre. Menjünk vissza ezen az úton lefele, délfele, aztán majd kiderül, hogy hova, s hogy, mint. Na, tartsatok velünk, gyerekek, meglássuk, hogy merre megyünk. Gyerekek, most két napja szerdán, itt gondoltuk meg, hogy nem még megyünk fel a Pádisra, mert csúnya idő volt, nem lehetett a hegyet egyáltalán látni. Most hál' Istennek gyönyörű szép napsütés van, úgyhogy folytassuk onnan, ahonnan abba hagytuk szerdán, és pedig elmegyünk szépen a Pádisra, mert most gyönyörű az idő. Gyerekek, felértünk a Pádis tetejére. Nincs nagy meleg, 16 fok van, de szép a hely. Már jó pár éve nem voltunk itt. Én gyerekkoromban még táborba is voltam a sulival. Voltunk most egy pár éve, akkor a túlsó felére jöttünk fel, emlékszel, Gabika, ott, ahol nem aszfaltozott. Persze, úgy emlékszem, nyakig sárba voltunk. Igen. Most nem megyünk ott le, most csak itt szétnézünk azt. Hát főleg, megyünk, hogy esett a tegnap előtt. Persze. Szerintem úsznánk, túrnánk a sarat. De nagyon szép. Nos gyerekek, 1340 méter magasan vagyunk, Pádis tetőn. Visszafordultunk és megyünk lefele, mert hűvös van.
16 fok. 16 fok. Na de azt képzétek el, milyen lett volna itt a tegnap előtt a fejöttünk volna. Hát nem láttunk volna semmit, az nem. Biztos. Olyan, mint amikor a villanyt lekapcsolja valaki. Pontosan. Gyerekek, ez a szakasz itt a 76-oson, hát ez olyan, mint a paradicsomba, motoros paradicsomba. Folyamatosan két sáv van, tehát nagyon tempósat lehet rajta menni, gyerek. Ez a 79-es főút Nagyvárattól lefele, Téva fele, nagyon vagány, gyerekek. Hát óriási tempóval tudtunk jönni rajta, de kimondottan onnan Belényestől egész idáig a Hunyad megyei határig nagyon kanyargós, nagyon-nagyon jó. Majd föltüntetem a térképet a videóba, mert szabályszerűen leizzadtam, olyan jót motoroztam rajta. Nem is emlékszek, mikor mentem ilyen jó tempósat. Hát nagyon, nagyon tetszett ez a szakasz. Erre jártok, ezt ne hagyjátok ki, gyerekek, mert ez óriási volt. Az egész út Várattól le nagyon jó, de ott azon a részen van ott egy hágó, mondom, majd feltüntetem a térképet a videóba. Ott fölfele két sávos, nagyon jó széles, nagyon-nagyon jó tempót mentünk. Most közeledünk Brád városához, onnan vissza fogok fordulni, mert még egyszer át akarok menni Abrudbányából Enyeden a Transzapuszánon, mert mikor jöttünk, akkor sajnos esett az eső, és nem volt időnk igazán kiélvezzük azt az utat. Az pedig megérdemli, hogy még egyszer visszamenjek, ha már itt vagyunk. Gyerekek, a 76-as főútról eltérültünk a 74-esre, melyik Brádból megy fel Topánfalu fele. Hát ez is nagyon jó, nagyon szép, ugyancsak jó minőségű aszfalt. Most picit zsúfolt itt ez a szakasz, de ugyanolyan szép, úgyhogy ha erre jártok, ez is egy nagyon jó opció. Ne hagyjátok ki. Igen, a Transzapuszána fele. Nagyon jó ez is.
gyerekek, itt vagyunk Abrudbánya terelő útján, a 74-es úton. Innen fog majd indulni arra a Transafosiana. Hát mi jövet úgy olvastuk a térképen, hogy 1071, de nem 1071, hanem 107-es I jelzésű út. Innen még másfél kilométer van az útkereszteződésig. Na gyerekek, ezt nézzétek, ezért a gyönyörű tájért jöttünk újra vissza itt. Nagyon-nagyon szép. Innen fentről tényleg szebb. Hát igen, innen Abrudbánya irányából, ahogy jövünk lefele, legalábbis ebből a szögből, tényleg mintha szebb, mint nagyenyedül, amikor jöttünk fölfele vasárnap. Nos gyerekek, ott fejeztük be a nyugati havasi turánkot, ahol nekifogtunk. A Transafosianán. Hát nagyon szép ez az út, nagyon tetszik. Nem bánom, hogy visszajöttünk még egyszer. Nem sokára még van, vagy 10 km kérünk Enyedre. Aztán Enyedről megnézzük újra a térképet, hogy lássuk, merre lesz a tovább, mert ma még csak péntek délután. Vasárnap délutánig van 48 óra, amire haza kell érjünk, úgyhogy még valahova elbarangolunk. Az is lehet, hogy a Transalpina. Meglássuk. Tartsatok továbbra is velünk! Tartsatok velünk! Gyerekek, elhagytuk Gyulafehérvárt, megálltunk a város kijáratánál, valamit kajáltunk. Egészségünkre? Egészségünkre, és most megyünk, nézzük meg a Hunyadi várat. Nem mintha nem láttuk volna, soha, de valamit kell csinálni. We'll be right back.
gyermekek, itt vagyunk a Vajdahunyadi vár mellett. Sajnos már este 7 óra van, nem akarunk bemenni, mert túl késő van. Kívülről egyet drónoztunk, belülről mi már láttuk. Ti meg, ha kíváncsiak vagytok, gyertek, nézzétek meg! Most gyerekek, Vajdahunyadról haladunk Hátszeg fele, de nem a főúton, nem mentünk ki a főútra, hanem láttam én itt egy táblát, egy irányító táblát, hogy van egy rövidebb út, igaz, hogy nem olyan gyors, viszont nézzétek, mennyire szép. Kint vagyunk valami dombok, hegyek tetején, nagyon-nagyon szép. Nagyon szeretem az országnak ezt a részét, bármilyen irányba mész, gyönyörű kanyargós utak, azért is akartam erre jönni az utolsó két napra. Motorozzuk össze egy kicsit a tájakat. Na, tartsatok velük! Nos gyerekek, megérkeztünk a mai szállásunkra. Hátszeg és Petruzsén között vagyunk, az országúton láttunk egy panziót, az útszélén megálltunk. Holnap reggel innen egy olyan 5 kilométerre van egy kanyon, ami nagyon szép. Többször láttuk a netten, sajnos még nem voltunk egyszer se ott, úgyhogy nem tudjuk még, hogy mint van, hogy tudunk oda bejutni. Majd ezt holnap reggel kiderül. Ma elég hosszú napunk volt, jöttünk egy olyan 500 kilométret, Várad, Pádis, föl, le, Transzapuszén, ide-oda. Reggel 9-től este 8-ig motroztunk. Vajdahunyad, most ide-vissza. Na, lényeg a lényeg, jó, hogy ideértünk, elég fáradtak vagyunk, lenyomunk egy sört, és megyünk le a fülekkel. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ha eddig nem tettétek meg, írjátok meg kommentben véleményeteket, és adjatok egy nyomjátok a like gombot. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Na, szép estét, sziasztok!